II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította a szerzetesek világnapjává február 2-át Gyertyaszentelő Boldogasszony napját. Az ünnep célja hálát adni Istennek a szerzetesi élet ajándékaiért, előmozdítani a hívek körében a szerzetesség ismeretét és szeretetét. Egerben dr. Ternyák Csaba érsek mutatott be gyertyaszenteléssel egybekötött szentmisét az egri Szent Bernát ciszterci templomban, ahol az egyházmegye területén szolgáló szerzetesek közösen adtak hálát a megszentelt élet ajándékaiért, valamint újabb hivatásokért imádkoztak. Nagyon sok szerzetes rend van. A mi egyházmegyénkben hát sajnos olyan nagyon sokan nincsenek, de azért elégedettek vagyunk a szolgálatukkal, és mindig, hogyha egy-egy új szerzetes testvér érkezik hozzánk esetleg máshonnan, vagy szerzetes nővér, az mindig örömmel tölt el bennünket, különösen akkor, hogyha esetleg egy egész közösség. A főpásztor elmondta azt is, hogy az idei évtől két jezsuita paptestvér szolgál majd az egri főegyház megyében. Vizi Elemér jezsuita tartományfőnök ennek kapcsán hozzátette, örömteli, hogy a mai világban is vannak, akik szeretnék az életüket odaajándékozni az Istennek. Budapesti hivatást tisztázó házukba azokat az érdeklődőket várják, akik szeretnének hitéletük elmélyítéséhez segítséget kapni. A mi rendünkben évről évre vannak hivatások, jelenleg 4 noviciusunk van, akik a tavaly szeptemberben kezdték a képzést, és most már erre az évre is 2 személy kérte a felvételét. Szent Ferenc kisnővérei 3 rendházat tartanak fent az egri főegyház megyében. Tevékenységük középpontjában a lelki vezetés, a lelki gondozás, a szegények segítése, a betegek, idősek, haldoklók látogatása, a kántorkodás, a zenei szolgálat áll. De ahogy érsek atya mondta, egy felkiáltó jel lehetünk, és a gyertya egy szép szimbólum, mert úgy él, hogy közben világít, és el tudja fogadni azt, hogy ezt a földi életét lassan így elégeti, de mindezt örömmel és jókedvű adakozással. A szentmise után az érsek köszönetet mondott a szerzeteseknek az egyházmegyében végzett munkájukért, majd Isten áldását kérte további szolgálatukra.